Sziasztok, én SS vagyok, és amint láthatjátok, most a Revolt régiátest fogunk folytatni, még pedig a harmadik résszel, amiben egy bajnokságot fogunk remélhetőleg megnyerni. És igaz, azt mondtam, hogy ki fogjuk próbálni az új autót, de a bajnokságokat én az összeset, a legnehezebbet is Vulcan Turbo-val fogom megnyerni. Ugyanis ő a kedvenc autóm, ahogy ezt már szintén elmondtam, nem tudom, hogy mit ismételgetem. Na mindegy. De a lényeg az, hogy igen, megnyerjük. A 4-4 bajnokság van a Revoltban, amiben mindegyikben különböző pályák vannak. Az első a Bronze Cup, amit most játszok. Ebben az első 4 pályán, amiket ugye már külön single részben meg is nyertem, de ez egy ilyen, tehát a bajnokságban ezek vannak, valamint ugye az összes, a többi kategóriában is azok vannak, amiket azzal feloldottam, hogy azt a 4 pályát külön-külön megnyertem. Ja. Igazából remélem, hogy szerintem ez nem fog túl nagy kihívást okozni nekem. Bár azért ezt már, mintha elmondtam volna valamelyik, nem is tudom melyik az előző videóban, hogy de nem elmondtam volna, hogy úgy szépen elrontottam egy versenyt. Ami sajnos bármikor ott is előfordult, mint ahogy most a harmadik, második elállap. De nem kell aggódni, megnyerem. Megtehetem. Ma kedv van, 26-a. Azt jelenti, hogy tegnap fel lett véve 3 videó is. Egy eventes, egy HG-s, és egy új játékot is kipróbáltunk a csatornán, ami No More Room El, ez egy kis Steam-es játék volt, ami egyébként ingyenesen letölthető. Egy nagyon jó kis zombis játék, a multiplayeres, szóval ha van kedvetek, akkor töltsétek le, ingyenes játék, és akkor tudunk játszani akár együtt is, akár egy videó keretein belül, hogyha van rájövőnitek. Ma ugye én ezt a videót felveszem. Ezután majd Survivor biztos felszínt jönni, tehát az egy az azt jelenti, hogy kettőt legalább egyre. Tehát ugye hogy ezt vágok. És igen. Meg még nem tudom, hogy mit tervez Ferrari, de szerintem egy HG-t még lefogja. Mert azt nem élne. Na de közeledünk az első verseny végéhez, ami viszont elég szorosnak ígérkezik. De megvan. Jó. Kevesen, mint egy másodpercet tudtam csak előzni. A második helyezettet, de ez nem is számít, ugyanis de is megnyertem, úgyhogy én is a második futam. A pontok egyébként úgy hozták, hogy az első helyzet kap 10 pontot, a második 6-ot, igen, a harmadik 4-et, és innentől kezdve a 4-et, 5-et, 6-et, 3-at, 2-et és 1-et. És akinek ugye a 4 futam után a legtöbb pontja van, az nélkül a bajnokságot. De vele az autót is, hogyha én gondolom. Ezért ezt elég 5% esély van rá, hogy most azért be fogom húzni. De azért nem szabad elbízni. Ez a baj, eventől is közben folyton elbízom magam, és mindig elbeszem. Nope.
Már a harmadik körben járunk, és elég szép előnyünk van, nem is figyeltem. Úgy érzem, hogy ezt mondtam, már csak én beszíthetem el. És az előnyöm csak növekszik. Hát ez így eléggé biztos, ahogy később biztosan ezt a nézve is. Szóval... Mófara, így lesz. Igazából ez már sokadik videó, ami úgy összességben van a csatornán is, meg már nem is az első, egyedül veszek fel. Pontosan a harmadik. Mindegy. Az elején még úgy izgultam videót, és egy kis izgulás még mindig megvan benne, egyébként elsőkeztünk itt is. Szóval, ja, mehetünk is a harmadik pályára. Jelenleg ugye 20 ponton van, masszív. Na szóval, tehát az elején még nagyon izgultam, és nem tudtam, hogy igazából hogy is kezdjek neki ilyenek, de az utóbbi időben azért kezdem megszokni, és most már egy ilyen kellemes érzőben, hogy jó, megint videó, minden jó, leülök, szépen nekiállok, és így elmondom. Remélem, hogy ti is legalább ennyire jelözitek, ahogy én. Hát ezt főleg élveztem. Köszönöm. Nagyon szép volt. Jól van az első helyzet. Aztán mondtad nekem igazából. Azért várom már, tehát az eleje az még nagyon egyszerű, de a Revoltnak. Tehát a sima versenyben mindig olyan kocsik ellen mész, akik veled nagyjából egy súlycsoportban vannak. Tehát nagyjából egyforma sebességre képesek veled, és így tovább. Viszont bajnokságban, hogyha a leggyengébb kocsival mész, mint a legerősebb bajnokságban, akkor sem a saját súlycsoportodnak meg kell jelentőket fogsz kapni, hanem azokat, akik abban a ligában van. És ezért várom, hogy mert ebben igazából nincs a küzdőm. Tehát, hogyha belehibázgatok ilyenek, akkor igen, akkor utol tudnak érni, és úgy, ja, akár meg is előzhetnek, de nem valószínű. Na igen, ilyen hibáktól beszéltem. Viszont, hogyha utánzgatsz egy erősebb ligában, akkor biztosan megelőznek, de még úgy is nagyon nehéz az első három belőle, mert ha nem hibázolsz, nagyon jól mint a legerősebb ligában. Ugye úgy van itt a bajnokságokban, hogy az első, tehát én csak akkor tudok tovább menni a magából a versenyből a következőre, hogyha az első háromban végzett. Ha az első három kívül, akkor újra kell mennem a versenyt. Ha jól emlékszem, akkor három lehetőség van arra, hogy tehát háromszor ronthatod el. Ez még mindig nem jó. Nem lesz meg az első hely. Na hát igen, gyerekeket most elrontottam. No para. Jó lesz. Egy futam van, úgy szép volt. Egy futam van igazából, ha harmadik vagyok és 4 pontot szerzek, és az első 10-et, akkor csak 6 pontot tudnak rajtam hozni, és 7 pont előnyökkal. Elég az első 3-ba beérnem, és megvan a bajnoki cím, gyakorlatilag. Úgyhogy esünk is. Igen, ez volt az a pálya, ahol az előző videóban eléggé elrontottam a dolgokat. Lehet, hogy újra kellett próbálkoznom, de most neki fog kelleni. Elsőre. Ez az. Jó, és innen től most játszottam a vezetést, csak el kell kezdeni, hogy így előre.
nincs olyan túl nagy előnöm, de mondom, hogy elég az első háromban végeznem, az meg simán megjön. Köszönöm, nem is vélek, hogy innentől választanak elég. Bár még három kör hátra van, de nem az a lény. Nem tudom. Most nagyon érzem a pályát. Esélytelen. Bár igazából közeledik hozzám, de nem. Mondjuk nem értem, hogy miért tudtam el a fegyveremet, amikor lehet, hogy megfigyelődik, de... De jövök, nem fog. Na még két. Ez gyönyörű volt. Esküszöm büszke vagyok nagyon, hogy ilyenkor. Ezt csinálják a titán. Egyébként itt is megragadnám tartalmat, hogy hirdessem egy picit a csatornát, ugyanis a B nyelvű játékra a második részét nézzétek meg, ugyanis ott lehet rá jelentkezni, 1000 B a nyeremény, és 50 feliratkozónál fogunk sorsolni, jelenleg aztán 38 feliratkozónál járunk, nem vagyok olyan biztos, de valami. Szóval még elő is a tört kell. De igen, nézzétek meg, iratkozzatok fel, és hasonló. Gyerekek, legnagyobbak. Jó, megnyertük ezt a futamot is. Hát igazából 4-ből 3 futamot nyertünk meg. Lelőbb az a második hely, kicsit elcsúszott a dolgokat, de nem baj, ugyanis megnyertük a bajnokságot. Úgyhogy most viszont két új autót kaptunk, és itt van, hát ez a gyönyörű dobogó érszége, amit szeretném ezt nézzétek. Minden első. Minden. Ezt jó megbontottam. Tassoljuk meg magamat. Na jó, igen. És így is van, két új autót szereztünk. Így van. Mondanám, hogy na jó, őket már lehet, hogy kipróbáljuk a következő videóban. De most nem is ez a lényeg. Ha tetszett a videó, kérlek nyomjatok rá egy lájkot. Iratkozzatok fel. Én SS voltam. Sziasztok!